Az erő legyen velünk, köszöntök mindenkit, Várhegyi Ferencet hallják. Hát velünk azért, hogy jól érezzük magunkat a súlyemelő Európa-bajnokság 6. napjának záró eseményén, a nők 76 kg-os versenyén. A versenyzőkkel meg azért legyen, mert ez egy parádés mezőny, és itt biztos, hogy jó teljesítményekre lesz szükség. Viszont előjáróban el kell mondanom egy kellemetlen hírt, akivel például reklámoztuk is ezt az EB-t, hiszen itt még a főcímben is szerepelt, meg sokat beszéltünk róla. A spanyol olimpiai világ és Európa bajnok Lidia Valentin nincs a mezőnyben, pedig a rajtlistán még szerepelt a neve, úgyhogy nélküle zajlik majd le ez a 76 kg-os verseny. Hogy miért nem indul, azt nem tudjuk. De ettől függetlenül vannak ebben a mezőnyben olimpiai világbajnoki érmesek, Európa-bajnokok, Európa-bajnoki érmes versenyzők, bár kétségtelen, hogy bele lett volna teljes a mezőny, hiszen nyilvánvalóan a női súlyemelés legismertebb és legelismertebb alakjáról van szó, valamiért most ezt kihagyta. És ez egy friss, váratlan hír. Így aztán nélküle zajlik, ami annyit jelent egyébként, hogy 9-8-an a mezőnyben. Itt van Irina Dekha, az ukránok versenyzője, már volt Európa-bajnok 2016-ban. Anasztázia Romanova egy súlycsoporttal lejjebb, 2 éve 71 kilóban lett Európa-bajnok. Aztán itt van Lana Sotieva, ifjúsági Európa-bajnok 2 esztendeje. Ő képviseli az orosz színeket ebben a súlycsoportban. Aztán van német versenyzőnk, a tapasztalt Patricia Rieger, 1987-ben született, ő azért nem tartozik az esélyesek közé. Viszont itt van Daria Naumova, aki éppen Lidia Valentin előtt lett Európa-bajnok 2019-ben, 1 kiló volt köztük összetett összességében. És egy fiatal junior Európa-bajnoki ezüstérmes versenyző, Rina Litosik, aki majd kezdi is a versenyt minden bizonnyal. Fehér orosz versenyző, 17 éves, vagy még nincs annyi, mert nem tudtam megállapítani a pontos születési adatát, de azt tudom, hogy 2004-ben született. Itt van a lengyel Jolanta Vior, korábban Malgorzata néven is ismerhettük. És itt van a svédek Európa-bajnoki érmese, Patricia Strenius, aki hát nagyon hosszú idő után szerzett 2018-ban még, ha jól emlékszem, EB érmet a svédeknek. No, de kezdődjék is a verseny. Előbb azonban még a B csoportra pillantunk rá, és ezt nagyon jól tesszük, mert itt lesz magyar érdekeltség, mindjárt látni is fogjuk. Itt azonban Klára Andreasent látjuk, a dánok versenyzőjét, aki szakításban végül 90 kg-ot ért el, ez volt a B-ben a legjobb. Viszont itt mögötte Horváth Laura végzett a második helyen 89 kg-mal. Laura a BKV előre versenyzője, Nagy Bernadettnek a tanítványa, crossfittel is foglalkozik. 2018-ban a Cross and Games versenyen a második helyet szerezte meg, és hát igazán tavaly tért vissza a súlyemeléshez. Nagyon jól terhelhető versenyző, és ő az, aki 111 kg-mal megnyerte a lökést a B csoportban. Itt van a jó gyakorlata, ez volt egyébként a harmadik, és 200 kilós teljesítményével egyben a B csoport legjobbja. És ez annyit jelent, hogy a legrosszabb esetben is már EB 9. ezzel az eredménnyel. Szeretett volna 1-2 kg-mal többet emelni mind a két fogásnemben, de hát most ez így alakult ahhoz képest, hogy tavaly a csapatbajnokságon tért vissza a súlyemelés világába. Ez egy nagyon szép eredmény, és még csak 24 éves, tehát előtte még sok lehet, hogyha rá tudja áldozni az idejét a súlyemelésre. Egyébként az edzés munkájára sose volt panasz. Ami a rekordokat illeti, látható, hogy megállapított eredmények vannak. Ez azt jelenti, hogy 122, 151 és 272 kiló. 2018-ban születtek ezek a megállapított rekordok. Tehát Horváth Laura jól szerepelt magyar részről ebben a súlycsoportban.
még egyszer mondom, 200 kg-mal nyerte a B csoportot, és ez azt jelenti, hogy ő minimum 9. ezen az EB-n. Ha netán itt valaki kiesik, akkor még előrébb is kerülhet. Hát aztán majd meglátjuk, mert volt már olyan súlycsoportunk, hogy hárman is kiestek, így aztán a végére hatal maradtak. Hát itt remélem azért többen lesznek. Szóval nagy hiányzó Lidia Valentin, aki 36 éves, tehát önmagában ez ugyan már nem fiatalkor, de nem is vészes még. Nyert már olimpiát, olimpiai ezüstöt, bronzot, VB-ket, EB-ket, tehát tulajdonképpen minden. Tehát voltak éppen teljes a pályafutása, de hát azért jó lett volna látni ezen az EB-n. Lehet, hogy majd az olimpián ott lesz. No, hát kezdjünk hozzá. Rina Litosik, a 17 éves fiatal versenyző, megcsinálja a kezdőfogást, amely 90 kg. Fehér orosz versenyző. Még rajta kívül az orosz Lana Sotieva az, aki 2000 után született, ő 18 éves, 2002-ben látta meg a napvilágot. Aztán vannak itt még a 80-as évek végén, 90-es években született versenyzők, tehát viszonylag széles az idősáv, akik bejutottak ide, vagy bekerültek ide ebbe a válcsoportba, az életkorokat tekintve. Az jó, hogy jól kezdtünk, jó, hogy van egy jó fogásunk. A legmagasabb fogásra egyébként az ukrán Irina Dekha van beírva, 110 kilóra, de ez még természetesen változhat. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogyan fog ez alakulni. Elvileg most a lengyel Jolanta Vior jön, és gyakorlatilag is. Ha nem változtattak, akkor 94 kilóval kezd majd. Jolanta Vior malgorzata, valóban 94 kiló. 25 éves, a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon összetettben 8., szakításban 6., 98 kilóval akkor. Tehát ez most kezdésként 4 kilóval kevesebb. Indokolt jó kezdés, úgyhogy a 94 rendben van. Hozzáteszem, hogy ez a 98 kiló, amit akkor csinált, az egy nagyon szép menetelés végén született, tehát a harmadik jó fogása volt szakításban, tehát akkor nagyon jól versenyzett, és egyébként is jellemző rá, hogy a szakításban ő nagyon fogásbiztos, ritkán hibázik. Lökésben már nem ennyire jó, de lehet, hogy itt most ezen is változtat. Patricia Rieger már 1987-ben született, ő most így a korelnök, hogy nincs itt Lidia Valentin. A német versenyző a múltkori EB-n 97 kilóig jutott. Nézzük hát. Ez 95 kiló, és megvan, úgyhogy ott a mosoly. Nagyon megkönnyebbült ezzel Patricia Rieger. 95-re mentek föl, ha jól láttam. Igen. És kellett ez neki nagyon. Na most ehhez képest, hogy ebben a súlycsoportban neki 97 az egyéni csúcsa, ez egy elég magas kezdés. Úgyhogy lehet, hogy ha jól megy tovább, akkor lesz új egyéni rekord. Ő neki azért fogyasztani kell ebbe a súlycsoportba. Hát alapvetően egy erősebb testalkatú versenyző. Litosik is kijön a 95-re. Ez a második fogása a fehér orosz versenyzőnek. Könnyen lehet, hogy itt is csak a naptári év alapján ilyen fiatal, 17, lehet, hogy biológiailag előrébb jár, hátul esett le. Meg kellene nézni, jó lenne egy oldalsó kép, vagy hát a felülről mutatják, az is segíthet talán, hogy vajon mitől ment ez hátra, hogy túl ívesen dobta meg, vagy egyszerűen nem volt a helyén. Szerintem nagyjából rendben volt, tehát elég viszonylag közel volt magához a súly. Nem hiszem, hogy olyan íves lett volna. Mindegy, javítania kell a 95-ön.
De már önmagában az, hogy valaki ilyen fiatalon, hát hiszen bőven utánpótláskorú versenyző, még felnőtt EB-n ott van az A csoportban, az egy komoly dolog. Helytállni ott, az meg egy még komolyabb dolog, majd meglátjuk, hogy hogy sikerül neki. Az első fogása megvolt. Úgy az Európa csúcsokat láttuk megállapítottként szakításban, a 122-t. A világrekord a 124 kiló. Az észak-koreai Rim Jong Sim érte el 2 évvel ezelőtti világbajnokságom. Tehát, hogy egyelőre ott tart a mezőnye, vagy a világ eleje. Hát itt meg az utánpótlás, akik talán egyszer majd oda eljutnak, majd meglátjuk. Britosik jön, és próbál javítani 95 kg-ban. Fél perc még. Megvan. Féltem attól, hogy leejti hátul, de meg tudta fogni. Két jó fogás. 95. Я у Антавюр, Польша. Вторая попытка. Позвольте, Астрониус, Свиден. Лишь припал. Патриция Астрониус готовится. Я на Ленгел Виор, 97 кило. Эз... Ez csak 1 kilóval van az egyéni csúcsa alatt. Szép! Még jobb is, mint talán az első. Jolanta Vior! Jolanta Vior, vagy korábban Jolanta Malgorzata. Rómában versenyzett 2020-ban, illetve versenyzett volna, mert ott végül nem állt rajta, az előtte Pattajában a világbajnokságon. Ott például 93 kilóig jutott, hát ezen most már túl van. Már elsőre túl volt. Itt van a svéd edző, és azt nézi, hogy kire érdemes beírni a versenyzőjét, Patricia Strenius. Eredetileg 99 kilóra volt beírva. Lapoznak, úgyhogy ha Strenius följebb ment, de nem jön már Vior, akkor nála van az emelés. Valószínűleg Strenius 100-ra megy, vagy a fölé, attól függ most, hogy Vior mind lesz. 99 kiló. 99, nem akarja megkockáztatni a 100 kilót, de a 99 is egyéni csúcs lenne. És mondtam róla, hogy jól szakad szakítani, tehát elég fogásbiztos versenyző. Ez nem olyan túl gyakori, hogy valaki szakításban stabil legyen, ő eddig az, tehát ritkán hibázik. De most ez egy egyéni csúcs, tehát itt most nagyon figyelnie kell. Megvan. Megvan, úgyhogy megint hozta azt, amit ő szokott. Minimum 2, de általában 3 jó fogás szakításban, és egyben egy egyéni rekord, úgyhogy lehet örülni. Aztán majd kell még legalább egy lökés, hogy legyen összetettje. De a kezdés az rendben van. Ő van különben a legkisebb súlyra beírva lökésben, tehát második legkisebb súlyra. Tehát ott azért még meglátjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok. Jön Darja Naumova, a múltkori Európa-bajnok. 100 kiló. Érdekes, hogy ez nála nem is számít talán olyan nagy súlynak, de inkább egy ilyen biztosíték, és ez az is. A fehér oroszok versenyzője Naumova ezt nagyon szépen pattintotta ki. Amikor Európa-bajnok lett,
2019-ben, akkor 106 kilót szakított. Ott egyébként kikapott 2 kilóval Lidia Valentintól, de aztán a lökésben megelőzte. Korábban ő súlylökéssel, diszkoszvetéssel is foglalkozott, és akkor itt van Strenius. Itt van Strenius, aki ezek szerint bátran kezd. És igaza van. A 31 éves versenyző, aki tudomásom szerint szintén foglalkozik crossfittel, elsőre megcsinálta a 100-at. 1 kilót emeltek nála. Ő 2018-ban ezüstöt ért el szakításban EB-n, és előtte évtizedekig nem volt svéd érem EB-n. 1949-ben volt egy aranyuk Arvid Andersson révén, és aztán semmi, majd megjelent Strenius. Hogy ő történelmet írt a svéd súlyemelésben, ezzel az biztos. Patricia Rieger, aki nagyon megkönnyebbült a 95 kiló teljesítésével, és most elindulna ő is föl. 100 kiló, 5 kiló emelés, egyéni csúcsbeállítás. Nincs meg. Hozzáteszem, hogy amikor ő már csinált 100-at, akkor magasabb súlycsoportban csinálta. Tehát itt a 76 kilóban a 97 a legjobbja. Most ezt akarta megfejelni, de nem sikerült. Talán egy picit jobban alá kellett volna mennie. Jól húzta el, mert nem volt nagy ívű a dobás. De lehet, hogy vagy egy picit még meg kellett volna átlép tenni, vagy jobban alávágodni, de itt talán 2-3 centi híja volt, vagy még annyi sem. Lehet, hogy össze tudja rakni harmadikra. Ő maga után jön, javítani fog. Egy pár másodpercig relaxálhat, aztán ki fog jönni. Láthatóan magában mélyed. Lehet, hogy elképzeli majd most, vagy elképzelte, hogy hogy kell ezt jól csinálni. Még itt a bemelegítő teremben magnéziázik egyet. Kap még egy-két buzdító szót, és jön, hogy megküzdjön az egymásával. Németek nem szerepelnek rosszul különben ezen az EB-n. Vannak már fogásnemenként érmeik, sőt EB aranyuk is. Szóval meg lesz-e a 100? Marad a 95 kiló. Talán az 1-2 centi, ami hiányzott az előbb, pont annyival tette most túl. Ez nagy művészet egyébként, egy ilyenkor pont oda tenni és nem túlhúzni, most túlhúzta. Túlhúzta. Ebből látszik, hogy ez nem erő probléma. Номер 8, Патриция Стрениус, Швеция, вторая попытка. Strenius 104 kilón már, második fogás. Hátran jön. Ez a 104, ha nem csal a szemem, akkor konkrétan egyéni csúcsbeállítás lesz. Tavaly érte Rómában. Hopp-hopp-hopp, meg kell állni vele. Igen, hát itt azért technikailag ez nem volt szép, de erős volt, és meg tudta tartani, és mosolyog, eddig jól megy előre. Hát mondom, lehet, hogy itt akkor új egyéni csúcs lesz a
A legjobb összetett eredménye, azt mondta, tavaly Rómában egy nemzetközi versenyen volt, 234 kiló, azzal akkor ott második lett. 130-at lökött, és 104-et szakított, 104 már most is megvan, és még mehet tovább. Anna Szotijeva, 105 kg-on, hazai versenyző, orosz, 18 éves mindössze. Ója, és milyen dinamikus, ilyen fiatalon illik is. Szép. Hát nem sokat vacakolt ezzel. Ezt a 105-öt, ezt megcsinálta. Azt hiszem, hogy ez a legjobb kifejezése erre. Oda ment, fölkapta, helyére tette, derékkal tartotta, és ment vele föl. Megint felhívom a figyelmet arra, hogy milyen gyorsan dolgozott, mert vannak, akik lassabban csinálják meg a gyakorlatokat, ő után úgy tűnik, de Anasztázia Romanova, aki 2 éve még 71 kilóban lett Európa bajnok, ő is orosz, úgy mint Szotijeva. Elmegy ez neki itt egy súlycsoporttal följebb is. Már nem, mint hogyha nagy kétségem lett volna, de azért jó volt látni. Biztosította a helyét a versenyben. 106 kiló, és arra azért kínosan vigyázott, hogy Szotijeva előtt legyen egyel. Mégis csak a rang kötelez. Meg hát ő azért idősebb. Még Szotijeva 18 éves. Addig Romanova 30. Ja. Azt hiszem, hogy új szinten vagyunk. Daria Naumova 6 kiló emelést oldott meg simán. Номер 8, Патриция Стриниус, Швеция, третья попытка. Rio de Janeiro-ban, amikor olimpiai ezüstérmes lett Naumova, akkor 116-ot szakított, hát ez most azért nem lesz meg, de ez még nem is olimpia. Nagyon kíváncsi vagyok itt a folytatásra, mert Irina Dekha még nem kezdte el. Az nagy kérdés lesz, hogyha ő jön 110-re, és megcsinálja, akkor utána mit tudnak a többiek, ha még akkor versenyben vannak. Hát addig még megnézzük Strenius utolsó fogását. Motiváltan jön 107-re. 110-re azért nem vállalkozik. De mondjuk az előző súly alatti séta miatt talán ez jobban is érthető. Minden esetre, ha megvan, akkor egyéni csúcs. Legyünk pozitívak. Az elszántságán nem fog múlni. De nem tudta megcsinálni. 104. Ez a vége. 108 kg. Szerintem jó volt az íve ennek a dobásnak, de egy kicsit elölhagyta, jobban alá kellett volna vágódnia, vagy még egy picit rátenni. Naumova 108 kilóra megy, egyértelmű, hogy nem akar versenyezni itt most Dekhával, csak a nyomában akar maradni. Meg lesz. Dolgozott vele rendesen, de megvan. 108. Ezzel már készülődhet a lökésre. Jana Szotijeva is next lifter.
Вес готов. Номер один. Ирина Деха, Украина. Первая попытка. Яна Сотнева готовится. Szép, szép munka volt. És most jön akkor Irina Dekha, az ukránok versenyzője, aki 2016-ban Norvégiában lett Európa-bajnok. 110 kiló. Viszont két éve nem volt eredménye az EB-n. Hát most már úgy tűnik lesz, hogy összetett lesz-e, azt még nem tudom. De már jobban szerepel, mint 2019-ben, mert hogy tulajdonképpen el se indult, be volt nevezve, de nincs eredménye. Visszalépett. Ki tud menni vele? Szotieva próbálkozik. És nem csak próbálkozik, hanem ő is tudja a 110-et. Hát, lehet, hogy Dekhát megszorongatják az oroszok. Ugye egy ukrán és két orosz van még versenyben. Irina Dekha, aki az előbb csinálta meg a 110-et, és most utána ment. A fiatal 18 éves orosz, Szotieva, és akkor jön majd még Romanova is. Anasztázia Romanova. Яна Сотнева готовится. Az igen. Az igen. Ott az erő. Hát jól szakítanak itt a legjobbak, és ez 111 kiló, mert ugye 106-tal kezdett, pont ezért, hogy ha Dekha megcsinálja a 110-et, és ő 5 kilóval följebb megy, és siker, akkor utána 1 kilóval Dekha előtt legyen, hogy Dekha ezzel is nyomás alatt legyen. Meg hát Szotieva előtt is van ezzel. Dekha úgy látszik, hogy kivár, és Szotieva 112-n próbálkozik. Ennek egyik oka, hogy akkor 1 kilóval ott legyen Romanova előtt. Az orosz házi versenyben. Erős nagyon. Még mindig megoldhatja azt a mindenit. Hát ez. Hát ebben akarat is volt az erő mellett. Mert ott azért guggoló helyzetben 112 kilóval az ember feje fölött még lépkedni egy kicsit, és onnan felállni. Na, hogy volt ez? Itt a dobás. Itt elkezd billegni, és utána lép jobbal, és tartja, és feláll. Hát ezt 112. Ez megint egy nagy küzdés. Hát ezt nyugodtan fantasztikusnak is nevezhetném, azt hiszem. 18 évesen még semmi se fáj, minden bele, na ez most ilyen volt. Mit lép erre Romanova? Ugye mondtam, hogy 30 éves, hát kicsit öregítettem rajta, mert még nem töltötte be a 30-at, de befogja még idén. És akkor most erre a 112-re kell lépnie valamit Dekhának. Az ő lépése a 113. Az első, a 110, az nagyon meggyőző volt. Na, ez nem különben. Irina Dekha. Szóval 4 éves az ukrán. És a helyzet az, hogy... ...120-as egyéni rekordja van.
Tehát azt még évekkel ezelőtt csinálta. Romanova megkapja itt még az utolsó instrukciókat, vagy buzdító szavakat, és megpróbálja a 113-at. 113. Akkor viszont mindenképpen Dekha mögött marad, ha megcsinálja akkor is, akkor itt most Sotijevát akarják ezzel elkapni. És nincs meg. 111. Ez annyit jelent, hogy ő a harmadik. Az is biztos, hogy Dekha megnyerte, csak még nem tudjuk, hogy mennyivel, mert még egy fogása van. Nem, 114. Ha megint becsaptak itt a felirattal, azért indokolatlan lett volna. Tehát ez a 114 az, ami reálisan elvárható volt. Sotijeva pedig 112 kg-mal a második. És akkor jön Dekha. Most megpróbál előnyre, komolyabb előnyre szert tenni a lökésre. Igen, hát ez várható volt. Ez a 3 kilóval előzné meg Sotijevát, 4 kilóval Romanovát. És ez már nem feltétel, de hát ezt miért rejtette le? 113. Így is megnyerte, de hogy most itt mit rontott? Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy a lassítás elárulja-e nekünk, mert tulajdonképpen úgy nézett ki, hogy megvan. Itt jó, megy föl vele, és akkor egyszer csak elejti. Aha. Az van, hogy ahogy elindult vele, tulajdonképpen kilépett a súly alól, és így aztán nem volt már meg az egyensúly, és a súly meg lement, le kellett eresztenie, vagy engednie. Hát, ez technikai probléma volt, és nem erő probléma. Előfordul, viszont ez nekünk olyan szempontból jó, hogy így lehet, hogy izgalmasabb lesz a lökés, mert nem tudott olyan nagy előnyt összehozni, hiszen a második helyezettet 1 kilóval, a harmadikat 2 kilóval verte Irina Dekha. Ez remény a többieknek, őt pedig talán felpiszkálja, hogy majd a lökésben akkor ezt jobban megoldja. Íme itt vannak az eredmények. A negyedik helyezett fehér orosz Daria Naumova ért el 108 kg-ot, azt az eredményt, amellyel két esztendeje megnyerte a szakítást Lídia Valentin. Látható, hogy ezen az EB-n tehát több kellett már ahhoz, hogy az ember egyáltalán dobogóra kerüljön. 111, 112, 113. A tegnapi nap eseményei a nők 71 kg-os versenyéből. Szakításban a román Raluca Olaru volt az, aki megnyerte a fogásnemet 98 kilóval. Hozzáteszem, hogy a brit Emily Goodley pont ugyanennyit tudott, de ugye ő később csinálta meg ezt az eredményt. 2001-es születésű Raluca Olaru, tehát ő is még tulajdonképpen ifjúsági korú. Aztán jött a lökés, és itt már a tapasztalt Goodley vette át az irányítást, miután 129 kg-ot lökött, és ezzel megnyerte nem csak a lökést, hanem az összetettet is, mégpedig 227 kilóval. A második Raluca lett összetettben 218-al, tehát itt elég nagy különbség volt a brit versenyző javára összetettben. Ezt követően Goodley még különben megpróbálta a 132 kilót, ez nem sikerült, viszont így is nyerte a lökést és nyerte az összetettet. És ugye volt még egy ezüstje a szakításban. Izgalmas, jó verseny volt, úgyhogy brit győzelem, és ez is viszonylag ritka EB-n. Na hát akkor jön a lökés majd itt a 76 kg-ban.
Egyelőre mind a 8 A-csoportos versenyző tovább mehet. Összesen 6 rontott fogást láttunk a 24-ből, tehát eddig nagyon szépen technikásan dolgoznak a hölgyek. Marad-e így a folytatásban? Nem sokára kiderül. Jöjjön a lökés tehát. Litosikkal kezdünk majd. Mindjárt itt van a startidő, és most akkor már lehet is jönni. Rina Litosik a 17 éves fehér orosz versenyző, egyelőre magába mélyed. 95 kilót tudott. Ezzel a 8., tehát egyelőre utolsó, de Patricia Rieger is pont ugyanennyin áll. Ő most 110 kg-mal kezdi a lökést, ami azt jelenti, hogy ez amolyan biztosítás lehet. 15 kilóval több csak, mint a szakítás legjobbja, tehát ezt elvileg tudni kell, tudja is. Helyből lökött. Köszönöm. 110 tehát rendben. Ez azt jelenti, hogy már lesz összetett eredménye. Nem tudom, mit keresett ott az a 130-as szám, itt a számítógépes rendszer időnként nagy tréfákat űz velünk, az a 130, ha valós szám, akkor az Irina Dekhánál lesz, semmiképpen sem Litosiknál. Meg hát láttuk is, hogy 110 volt. Jön a német Rieger. Ő most megpróbálja lerázni magáról Litosikot. És egyben próbál esetleg rámenni a lengyel Jolanta Viorra. 116 kg-on kezd ugyanis Rieger. Ez a beírt fogása, tehát ezen nem változtattak. A Riegernek, ahogy mondtam, szintén 95 kilója van. Ez a 7. Most ezzel meglépne egy kicsit. Egyéni rekordja ebben a súlycsoportban 116. Tehát mindjárt ezzel kezdene Rieger, úgyhogy ez egy elég bátor vállalkozás. Nem, 119, bocsánat. Tehát akkor is ez egy bátor vállalkozás. Elvétel rendben van. Légcsere. Szépen megvárja, amíg megáll a súly, és teljesen szabályosan kilöki. Ebben nem lehet belekötni. Jó, a 116 lesz összetettje már ezzel. És ez látszik is az arcán, hogy ez most fontos volt, hogy így legyen. Akkor jön szintén 116-on Jolanta Vior. Amennyiben ezt megcsinálja, akkor tartja legalábbis Riegerrel szemben a 4 kilós előnyét. Lehet ezzel most el kell bánnia. Mondtam, hogy a szakításban fogásbiztosabb. De lökésben is jól kezd. Ő is nagyon szabályosan emel. És az ő egyéni csúcsa a 119. Úgyhogy ahhoz képest ő is elég magasan van, de nagyon szép. Nagyon jól csinálta. Jó az olló, nem túl nagy. Szépen csinálta meg. Jön Litosik. Hát próbál haladni előre, 117. Ugye neki ez a 110 azért kellett, hogy megnyugodjon, meg legyen összetettje. És akkor most megpróbál versenyre kelni. Legalább a lökésben.
Riggerrel és Viorral. Kicsit berogyott a lába, de még ez jobb is volt talán, mint a 110. Jó, hát nem véletlenül van ő itt az átcsoportban ilyen fiatalom. Ez a helyből lökés, ez neki megy. Ezzel kialakul a verseny közte és Rieger, illetve bizonyos értelemben még közte és Vior között is. Úgyhogy válaszolni kell. Most az a helyzet, hogy tulajdonképpen majdnem kétszer olyan idős a német Rieger, és hát sokkal hosszabb pályafutással, mint Litosik, és most itt a két generáció egymással meccsel. Rieger a 34. életévében, a Litosik meg a 17-ben. Spannung, das geht! Jön. Jön Patricia Rieger. Na pomoski Patrice Rieger, Germania. 120 kg. Hát, volt már, hogy többször próbálgatta ő ezt már. Amikor nagyobb súlyban volt, akkor még ennél is tudott nagyobbat, illetve volt, hogy ezt megemelte, de 76 kilósként eddig 119 a csúcsa, ugyanúgy, mint a lengyel Viornak. És most ebből lenne egy új rekord, ha megvan a 120. Jó felvétel. Nem könnyű, de jó. Megvan. Most már jó. Most már jó. 120. Egyéni csúcs. Alakul ez. Erős, ahogy itt fölállt. Egyből. Kicsit lassította őt ugye a súly, de nagyon jó az olló. Ugye azt csinálja, hogy ballal lépett vissza kettőt, és közben jobban az ollót tartotta. Vior is megpróbálja a 120-at, hát muszáj menni, mert akkor megmarad az előnye. Nála is ez egy egyéni csúcs lesz, ha megcsinálja. Nem tudta felvenni. Mondtam, Vior szakításban erősebb. Ettől még lehet, hogy harmadikra meg tudja csinálni ezt. Ha végig bogarászom a nemzetközi versenyeit, legalábbis azokat, amelyekről van adatom, akkor 2017-ben csinálta meg azt, pont akkor, amikor elérte a 119-es egyéni csúcsát a horvátországi Edén, hogy mind a három lökése jó volt. Litosik 121-re megy. Hát muszáj versenyezni Riegerrel meg Viorral. Ezzel fejezi be. 110-ről indult, ezt ne feledjük, tehát már 11 kilóval van följebb. Nagyon erős. És bizony, hogy az, mert nagyon mélyre rogyasztott, de visszajött még a derékszögből, úgyhogy ez szép munka. 121 kiló, jól versenyzett, mert összesen egy rontása volt, még a szakításban a második fogást elvétette 95 kilón, de a többit jól csinálta. Ugye kétszer kellett mélyre mennie, egyszer a felvételnél, akkor kicsit még a derékszög alá is ment, és hát tulajdonképp itt is, és az innen föltolni,
Ide kell láb. Joggal örül, érdemes volt őt benevezni erre az EB-re. És mindjárt nézem is. Ez, ha minden igaz, akkor 216 kg-os összteljesítmény. Ja, nézem, mennyivel nevezték, hát 220-szal, hát ilyenkor mindig egy kicsit optimistábbak a szakvezetők, de ez teljesen rendben van. Dior, emeltek nála. Azt írják, hogy az előbb nem is 120-on volt, hanem 121-en. És akkor most 122-t próbál, na de legalább a felvétel már jó. Maga a kilökés, nem tudta összerakni. Megáll 116 kilónál. De hát így is van eredménye. Litosik meg 212-vel áll, nem 216-tal, az előbb egy kicsit többet adtam neki. Tehát Vior azért a fehér orosz versenyző előtt marad. Most Riegeren a sor, hogy megelőzze Viort, ha tudja. És jön is Rieger. Jó, de nehéz ez a felvétel, mekkorát küzdött vele. Ennyi maradt még benne, kicsit lazítja is a lábait. Levegő, légcsere. Nem. Sok, ez sok volt neki. A felvételnél ment el az erő nagy része. Már nem maradt dinamika a kilökésre. 123-at próbált. Bátor vállalkozást, de hát végül is így 120-szal befejezte. Ugye ez annyit jelent, hogy 215 kilója van neki is, mint Viornak. Viszont ő ezt később érte el, így aztán most a lengyel mögött van. Jön Anasztázia Romanova 125-ön, és mutatja, hogy ő nem fogja teljesen kinyújtani a könyökét. Anatómiai okai vannak, úgyhogy attól az még, ha fönt van, szabályos lehet. Jó az. Good lift. 125, megvan a kezdés Romanovánál, erre is volt beírva. Vesz tudzsi, 125 kg, Jana Sotieva, Российская Федерация. Первая попытка. Anastasia, 126, please. Szépen megcsinálta. Anastasia Romanova, Russian Federation. És akkor jön a matek. Az oroszoknál, hát ugye Sotievát is, Romanovát is írni kell. Itt van Vior, de mégis jól számoltam az előbb Litosiknál, azzal a 216-tal a számítógép csapott be, de magamnak fogok hinni most már, mert úgy látszik jobban számolok. A viszont az a kellemetlen hír Viornak meg Riegernek, hogy ez a 17 éves fiatal lány megverte őket egy kilóval. No, de hát menjünk tovább. Uhaj, és gyaloglás. Rendben van. Na, ma nem változtatott, 127-re volt beírva, kijött és megcsinálta. Ugye ő negyedik lett 108 kg-mal, tehát 5 kg hátránya van Irina Dekhával szemben. 128 kg, nr. 5, Darja Naumova. Ja, Naumova az, aki nyerte az EB-t, tehát ő a címvédő.
2019-ből. Most itt ez egy elég nehéz ügy lesz címet védeni. Meglátjuk, hogy sikerül-e neki. A jelenleg az összetettet nézem, vagy hát a két fogás nem alapján, akkor 216 kilóval első Rina Litosik, a 17 éves fehér orosz, utána jön 215-tel a lengyel Jolanta Vior, és ugyanennyivel a német Patricia Rieger. Többi hely még kiadó, de hát már hogy előttük, mert egyébként a többiek most vélhetően jobbak lesznek, elég az megcsinálni az első fogást. Degha 130, erre volt beírva, erre is jön. Többször járt ő már 130 kiló fölött, sőt volt, hogy 140 fölé is került. Húha! Ott van az, ez is helyből lökés. Hát ez nagyon erős volt. Erőtől duzzadó, tehát mondom, nehéz lesz itt most Romanova dolga. Ráadásul ott van még Szotieva, ott van még, illetve Naumova dolga, de ehhez ugye még hozzászólhatsz pont Romanova, akit mondtam, aki ráadásul meg is verte Naumovát. És lökésben még jönnie kell a svéd Streniusnak, aki emeltetett. És akkor nézzük itt a fiatal Szotievát, eddig ez remek, meg a folytatás is az. Good lift. 130. Ezt ő is tudja. Emeltek nála különben. A kezdőfogást 125-ről tették fel 130-ra. Anastasia Romanova gotovitsa. És akkor itt van a svéd versenyző. Eredetileg 129 kilóra volt beírva, de ő is vállalja a 130-as kihívást. 104 kilót tudott a szakításban Strenius. De még ő is meglepődött, hogy vitte előre a súly. Innen kezdve nehéz lesz. De azért megoldja. És ez egy szép harc volt. Ugye ő egyéni rekord közelében jár már ezzel, amely nála 132 kiló. Nézzük meg a felvételt, ha mutatják, mert nem ez már a kilökés maga. Az tulajdonképp könnyebb volt, mint a felvétel, mert ott elindult vele a súly, utána kellett lépnie és megfogni. Romanova, 130. A 71 kg Európa bajnoka két éve. Erős. Erős. Hát a helyzet az, hogy halad előre, ugyanakkor neki már csak egy fogása van Romanovának. Hát nem is biztos, hogy egy új súlycsoport van neki, aranyra kell törnie. A kérdés nála az, hogy befér-e a legjobb háromba. Egyrészt fogásnemben, másrészt összetetben, hát egyelőre ugye harmadik a szakításban. Tehát itt nagyon jó lökők vannak most. 132. Naumova. 127 után. A második fogás a Naumovának. Anastasia
mondani, és megcsinálta. Vártott elég sokat az olló után, stabilizálta magát. Jól tette, mert így lett meg. Darja Naumova harcol. Jó látni. Van két nővére tanárként dolgoznak. A 16 éves korában váltottuk súlyemelésre, most 25 éves, és már két éve Európa-bajnok volt. Még fiatalabb korában, tehát 16 év előtt fiatal tiniként súlylökéssel, diszkoszvetéssel próbálkozott. De ő elég alacsony, 165 centi, és talán így alkatilag neki jobb ez a sportág, mint a másik kettő. És hát én azt hiszem, hogy jól döntött, hogy itt van. Romanova. Tud. Tud, ott a 132, ezzel befejezi Romanova. Ez azt jelenti, hogy három jó fogása van a lökésben. 133 kg vesta. Номер 8, Патриция Стрениус, Швеция. Pillanatnyilag ezzel bejött Szotieva elé Romanova. De Szotieva jön majd még, tehát az orosz párbaj nem dőlt el. Dekha pedig továbbra is ott van az élen összetetben. Tehát miután Romanova már befejezte, itt még elméletileg Naumovának lehet esélye ellene, gyakorlatilag azt hiszem, hogy inkább már csak Szotieva küzdhet meg Dekhával, illetve lökésben még Strenius, de összetettel tekintve alig, hanem itt most egy nagyon fontos gyakorlat következik, mert hogyha ezt a fogást, ezt a 134-et Szotieva megcsinálja, akkor még megy az összetett aranyra. Megcsinálja. Kicsit demozgult a bal keze, de szerintem megadják. Igen. Három lámpa. 134. Ez nagyon ott van. Ez nagyon ott van. Hát ezzel ugye átvette most a vezetést, legalábbis a lökésben, de összetetben is. Naumovának van még egy fogása, Streniusnak kettő, és Dekhának kettő. Номер 1. Ирина Деха, Украина. Вторая попытка. Maybe it was too late. On a 35, Ирина Деха, Украина, second attempt. És hát persze Szotievának is van még egy lehetősége. Most sok minden eldől. Az előbb az dőlt el, hogy Szotieva versenyben marad még. Dekha most 135-re teszi fel. Ha megcsinálja, akkor újra ő van az élem. Ó, de jó felvétel. Megint ugrik egyet vele. És nem csinálja meg. Ájhaj! Ez most nem jött be, és innen kezdve más esélyekről beszélünk. Mert ezzel most Szotieva kezében van elsősorban az összetett arany lehetősége. Előhagyta, de egyébként fogásnemben itt még Streniusnak is van szerepe. Jó látni a svéd versenyzőt. 130-nál meglepődött egy kicsit, amikor felvételnél előre kellett lépnie, de megcsinálta. Most 135-nél ez már nem biztos, hogy belefér, tehát pontosabbnak kell lennie. Pontosabb is. Nagyon akkurátus. Még van levegő, de már a kilökésre nem volt elég erő. Viszont javíthat még. Javíthat még. És azért ez nem volt reménytelen. Például a felvétel sokkal jobb volt, mint 130-nál.
Tehát valami hasonló felvételt kell produkálni, és valahogy a magára a kilökésre kell jobban odafigyelni. Hát ott azért hiányzott egy kicsi erő, de hát ha meg lesz. Номер один. Ирина Деха, Украина. Третья попытка. Без штанги 135. Jön Ирина Деха. Százharmincötön. Javít, nem emeltek. És ez a befejező fogás még mindig az a helyzet, hogyha ez megvan. Akkor átveszi a vezetést. És megcsinálja. Igen. Rányomták a Dudát. Megadták a lejelet, hát most egy kicsit siettek vele a bírók, mert igazán ő még nem uralta teljesen ezt a súlyt véleményem szerint. Mozgásban volt még vele, meg is lepődött, hogy mi volt ez a jel. Most jó indulatúak voltak, mint hogyha nem lett volna fönn a feje fölött az a 135, nem erről van szó. Csak itt még meg kellett volna állni és tartani, és már megkapta. Jó, hát. Most. Kedvezett neki a szerencse. Nastrénius. Látom, át akarja harapni a vasat. 135. Ezzel már nem tudja megnyerni a lökést. De érmes még lehet. Ha ez tényleg 135, azt nézem, hogy talán igen. Felvétel jó. Na most. Nem. Hasonlóképpen. De legalább megpróbálta és jól küzdött. 130 kilón marad a svéd. Akkor még az a helyzet, hogy Naumovának van egy lehetősége. Illetve Szotjevának. Tehát még mindig nem tudunk semmit. És Naumova 136 kilóra jön. Ez elsősorban a lökő aranyra ment volna, de nem sikerült. 132 a vége. Ez pont ugyanannyi, mint Romanováé egyébként. De Romanova előbb csinálta meg. Ez pedig annyit jelent, hogy Naumova 240 kg-mal fejezi be, és ez azt is jelenti, hogy nem tudja megvédeni a címét, mert ez pillanatnyilag a negyedik helyre elég. 137 kilón. Ez az utolsó. Ez az utolsó fogás. Ha megcsinálja, ő az Európa bajnok. Ott van! Letaszítja Irina Dekhát, aki úgy nézett ki, hogy megoldhatja. És a fiatal 18 éves orosz Szotijeva az utolsó fogást még talán jobban csinálja meg, mint az előzőeket. Nem, elvették 2-1-re. Miért vették el? Na, itt lehet, hogy lesz videózsűri. Ő is úgy érezte, hogy megvan. Miért vették ezt el? Igen, hát a bal kéz. De láttuk már ilyet, hogy megadták. Most szigorúak voltak. Az előbb egy másik esetben nem voltak ilyen szigorúak. Végül nincs meg. Akkor viszont ezzel a bírói döntéssel bármennyire is örült, és azt hitte, hogy jó, és hogy megvan a bravúr, akkor nincs orosz arany, hanem van egy ukrán arany. És Szotijeva akkor a második. Úgy érezte ő is, hogy jó. Most nagyon csalódott. De tény, hogy itt a lassítás mutatta, hogy valóban bemozdult a bal könyöke. Tehát ha nagyon szigorúan nézzük a szabályokat, akkor el lehetett venni. Az nem biztos, hogy mindenki ilyen következetes volt, minden bíró minden esetben. De ez most így igen. És akkor Dekhának az örömkönnyei, mert már azt hitte ő is, hogy elveszti. És aztán most mégsem.
248 kg-os összteljesítmény. Irina Dekha ezzel nyer. 246 kilós összteljesítmény. Szotieva, ő a második. Az orosz fiatal. És harmadik, Anasztázia Romanova, 243 kg-mal. Két orosz lesz majd a dobogón összetetben, de a győztes az ukrán Irina Dekha. Hát itt most kapja a vígaszt Szotieva. Ráfér, mert ezt már azt hitte, hogy meg tudta csinálni. Egyébként a középső bíró orosz, fehér orosz, illetve spanyol bírók még a szélén. Lehet, hogy videózsűriznek, talán azért mutatták őket. Mondom, elméletileg el lehet venni. De tényleg a lassítás mutatta, hogy a bal könyöke az berogyott. De hát itt ugye láttunk már olyat, hogy valaki még forgott, és nem uralta a súlyt. Nézzük még egyszer, a bal könyököt kell figyelni. Mert a többivel nem kell törődni, mert az rendben van. Óriási energiákat ad bele. És megint azt látjuk, hogy egy hajszányit be hajlott ez a bal könyök, és aztán onnan nyújtotta ki. Na hát... Szép sportág a súlyemelés, sokszor ilyeneken múlik a dolog. Mondom, szigorúan véve el lehetett venni. Egyelőre úgy látom, helyben hagyták az eredményt, tehát megvan akkor. Drámai jelenetek. 135 kiló, tehát akkor ezt most már fogadjuk el, hogy Dekhának ez a győztes eredménye, Szotievának nincs meg a 137, 134-jel lökésben ő a második. Naumova és Romanova egyaránt 132-vel, de Naumova van előrébb, ő tehát a harmadik, Romanova pedig a negyedik, ötödik, 130 kilóval a svéd Patricia Strenius, hatodik 121 kilóval, itt már van egy nagy ugrás lefelé. A fiatal Rina Litosik 17 évesen, azért ez így rendben van. Hetedik a német Patricia Rieger 120-szal, és a lengyel Vior pedig a nyolcadik 116-tal, ez a lökés eredménye. Izgalmas verseny volt, és ez annak ellenére volt szerintem nagyon jó, hogy egy igazi nagy sztár, Lidia Valentin hiányzott. De drámákat, nagy eredményeket így is láttunk. Almava tehát címvédőként ezúttal a negyedik összetetben. A 248 kg, amellyel Dekha megnyerte ezt az EB-t, ez különben 6 kilóval jobb, mint amellyel Naumova nyert 2019-ben. Ez Trénius is, aki most ötödik lett, 1 kilóval felülmúlta a két évvel ezelőtti eredményét, amely akkor jó volt összetetben a bronzra. És hát ugye ez azt jelenti, hogy Horváth Laura összetetben a 9. helyen van, ami egy nagyon szép eredmény, úgyhogy még egyszer gratulálunk a magyar versenyzőnek. Azt hiszem, hogy itt Irina Dekha is veszve látta már a dolgot. De
But we need the lifters, because people waiting for them. Okay. Tehát ez így alakult. Deka rutinos versenyző, és noha most nem volt hibátlan, hiszen volt rontása a szakításban is, volt egy rontása a lökésben is, végül is, miután olyan súlyokon dolgozott, azért ez most itt elég volt, és mondom, ez jobb eredmény, mint amivel múltkor nyertek. Na nézzük az éremtáblázatot. Ugye most hozzátett egy aranyat az ukrán éremterméshez, Dekha harmadikok 6 arannyal, románok egyel előttük a bolgárok, aztán jönnek a törökök, az olaszok, a briteknek van már 2, az örményeknek is, Azerbajdzsán, Németország is rendelkezik 2-2 arannyal. Az oroszok, mint házigazdák, egyelőre csak 1-1 nyertek. Ez volt most a nagy lehetőség, hogy meglegyen a 2, de látjuk, hogy a grúzoknak, a spanyoloknak, a moldávoknak is van már aranyuk, tehát 13 ország tudott aranyat nyerni, és hát összességében marad az, hogy 19 ország érmes, hát mi nem vagyunk köztük, de ezt mondjuk tudtuk előre, hogy nem leszünk. Viszont van egy-két jó eredményünk, mint például a mai 9. hely Horváth Laurától. Nekünk ezt is meg kell becsülni. Az eredményhirdetésre várunk még, nem sokára érkeznek a főszereplők. Ami Irina Dekhát illeti, mondtam, hogy ő korábban volt már Európa-bajnok. Norvégiai EB-t nyerte. Akkor konkrétan 250 kilós összteljesítménnyel, tehát most 2 kilóval maradt el attól. De ugye az 2016-ban volt olimpiai évében, és aztán érdekes, hogy Rióban, ő ott volt, akkor nem tudta azt hozni, amit az EB-n. 247 kilóval fejezte be, és ezzel 5. Most viszont körülbelül ott tart már, mint annak idején az Európa-bajnokságon, ez a 2 kilóval kevesebb, ez szerintem körülbelül azt jelenti. Tehát, hogyha a Dekha ott lesz majd az olimpián, és tartja a jó formáját, akkor olyan 250 kiló körüli eredményre lehet tőle számítani összetettben. Ha jól sikerülnek a fogásai, akkor talán fölé mehet. És hát azzal azért már lehet jó helyezést elérni talán. De hát az attól is függ, hogy milyen mezőn gyűlik össze, és ki milyen formában lesz. Начинаем церемонию награждения весовой категории 76 килограммов женщины, чемпионат Европы 2020. Награждение проводят президент. Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. President of Russian Weightlifting Federation, also first vice president of European Weightlifting Federation. Ким Каченко, член исполкома Федерации тяжелой атлетики Украины. Ким Каченко, member of Ukrainian Weightlifting Federation. И Милан Михайлович, генеральный секретарь Европейской Федерации тяжелой атлетики. Милан Михайлович, Сербия, general secretary of European Weightlifting Federation. At first result in total. In third place with bronze medal finish, Anastasia Romanova, Russian Federation, 243 kilograms. És akkor összetettben Anastasia Romanova Oroszország a harmadik, tehát bronzérmes 243 kg-mal. 2 évvel ezelőtt 71 kg-ban egy súlycsoporttal lejjebb Európa bajnok, most egyel följebb EB bronzérmes. Ezt azért elég jó súlycsoportváltásnak tekinthetjük, azt hiszem. Második, 246 kg-mal az ugyancsak orosz 18 éves Lana Sotieva, aki egy pillanatra azt hitte, hogy megnyeri az EB-t, tehát egy nagy dráma volt a végén, de elvették tőle a lökést. És így a drámai küzdelem végén
Európa bajnok az ukrán Irina Dekha 248 kg-mal. Úgyhogy jöhet az ukrán busz. Dekha hallgathatja meg, meg mi is. Звучит гимн Украины. Megérdemelte Irina Dekha, hiszen tulajdonképpen megnyerte a szakítást, megnyerte a lökést, ebből következően megnyerte az összetettet, csak hát valószínűleg kisporolta volna a végén ezt a drámát. És akkor jöjjön a szakítás eredményhirdetése. 111 kilóval harmadik az orosz Anasztázia Romanova. Результат 111. Második, 111-el, а szintén orosz Яна Сотьева. Яна Сотьева, Российская Федерация, завоевывает серебряную медаль. És szakításban első, 113 kilóval az ukrán Irina Dekha. И Ирина Деха, Украина, чемпионка Европы в рывке. 113 килограммов результат. Поздравляю, thank you very much. It's time for medals in clean jerk. Lökésben van egy új emberünk, aki érmet kap. Mégpedig a fehér orosz Dária Naumova, az Európa-bajnoki címvédő, akinek ezúttal egy lökésben szerzett bronz jutott. 132 kg-mal. Második 134 kilóval. Сотьева. Сотьева, серебряный призер. Результат 134. És első 135 kilós teljesítménnyel Irina Dekha. Ukrajna, aki tehát mind a három aranyat begyűjtötte ezzel. 135 kg. És egyben közel van, vagy volt, élete legjobbjához, attól mindössze 2 kilóval maradt el. Ezt sikernek hívják. Amikor ő Európa-bajnok lett pár évvel ezelőtt, akkor még nem volt ilyen ellenfele, mint Sotieva, de most jó, hogy lett. A következő versenynap programja a hetedik napon, délután 4 órakor a nők 81 kilós küzdelmeit látjuk, ez nem olimpiai súlycsoport, este 7 órától pedig
Férfi 96 kiló, ez viszont olimpiai, tehát kvótákért mennek. Eljutottunk a végéig, azt hiszem, hogy izgalmas verseny volt ez is, és Lídia Valentin távollétében is nagyon kitettek magukért a hölgyek, úgyhogy hát remélem, hogy élveztük együtt. Köszönöm már a figyelmüket, ezzel búcsúzunk Moszkvából, és a hetedik napon pedig női 81 és férfi 96 kilóval folytatjuk. Köszönöm a figyelmüket, Várhegyi Ferencet hallották, a viszontlátásra, viszonthallásra.